A laptopok piaca hasonlóképpen kezd zsúfolt lenni, mint a mobiltelefonoké. Egyre nehezebb kitűnni az átlagból, és ez az állapot gyakran olyan lépésre sarkalja a mérnököket, aminek a végterméke vagy látványos siker lesz, vagy hasonló léptékű kudarc. Viszont amikor éppen nem a szélső értékek érvényesülnek, akkor a termékpaletta legtöbbjét kifejezetten nehéz megkülönböztetni egymástól. Emögé bele lehet látni az évenkénti megújulással járó kreatív leeresztést is, csak úgy, mint azt az elméletet, hogy mi van akkor, ha ezek a technikák elérték lehetőségeik csúcsát. És éppen emiatt nem tudtam neheztelni másokkal ellentétben arra, hogy a MateBook X Pro óvatosan fogalmazva is MacBook ihletésű volt, viszont feltette a Huawei-t az izgalmas laptopgyártók térképére. Most pedig itt van a MateBook 13, ami kicsit olyan hatást kelt, mintha a csúcslaptopjuknak egy fókuszáltabb, érettebb megközelítését látnánk. A MateBook 13 egy, milyen meglepő, 13 incses 3.2-es képarányú 2160x1440 felbontású kijelzővel felvértezett ultrabook, ami mint ilyen nem is különösebben vastag a maga, alig 15 mm-es vastagságával. Ezek egyébként mindaddig jelentéktelen statisztikának tűnnek, amíg nem kezdjük el az adott eszközt aktívan használni. Nekem például a szolnoki előadás sorozat alatt szükségem volt egy laptopra, ami amellett, hogy meg tudja jeleníteni a prezentáció szlájdjait a vásznon, könnyen szállítható is. A MateBook 13 pedig rendkívül kis helyen elfér. A 41,8 wattórás lítium polimer akkumulátor pedig 10-12 órát is kibír egyetlen töltéssel, ami napi munkához teljesen elhanyagolhatóvá teszi az amúgy eléggé méretes tápot. Bár ennek is megvan a maga haszna, a MateBook 13 ugyanis Supercharge töltőt kapott, amivel 15 perc alatt tölthető bele 2,5 órára elegendő kakaó, és ez azért bőven tervezhetővé teszi a laptop napi használatát, arról nem is beszélve, hogy ezt a teljesítményt USB Type-C csatlakozón keresztül veszi fel, szóval most már akár egyetlen kábelről felváltva tölthetjük a telefonunkat és a laptopunkat is. Ha már szóba kerültek a portok, ott megismétlődik a MateBook X jelenség, azaz a Huawei-ben továbbra is az az utopisztikus világkép él, hogy az USB Type-C egy univerzális csatoló felület, így abból mindjárt kaptunk kettőt is a laptop mindkét oldalára, de semmi mást. Ha esetleg HDMI, USB vagy VGA, esetleg még egy Type-C csatolóra lenne igény, akkor ezt a külső hábot kell használnunk, ami szerencsére a laptoppal együtt érkezik, viszont őszintén szólva borzasztóan rontja az összképet, amikor egy ilyen elegáns laptopra ráaggatunk egy féltéglát, ráadásul valamiért megint kimaradt az SD kártya olvasó, viszont most már van rá alternatíva feltéve, hogy telefonnal fotóztunk. Ismeritek az érzést, amikor csináltok egy valag képet a telefonotokkal, amiket elküldenétek, de akkor leválogatod, megnyitod az e-mailt, címzett, tárgy, stb. Elküldés, és végül perceket szórakoztál azzal, hogy csak elküld a képet. A Huawei Share egy NFC alapon működő felület. A telefont egyszerűen csak hozzáérinted a jobb alsó sarokban jelzett felületre, és pár másodperccel később a telón lévő kép már a laptopon várja a gazdáját. Ez azért jó hír, mert a Huawei a jelek szerint elkezdett ráfeküdni a készülékei közti ökoszisztémára, ami később még ígéretes lehetőségeket nyithat meg a vállalat számára. A nálunk lévő MateBook 13-ban egy Intel i5 8265-ös CPU, 8 GB RAM és integrált UHD 620-as GPU duruzsolt 256 GB-os SSD háttérrel és előtelepített Windows 10-zel. Visszatérve a külsőségekre, a MateBook 13 asztroszürke, vagy mi galaktikus szürke színben került forgalomba. Az anyaghasználatra nem lehet panasz. Első érintésre üvölt róla, hova pozícionálták. A tapipad kellően nagy, nem fogjuk elvéteni. A power gomb pedig egyben új lenyomatolvasó is. A bekapcsolástól számított nagyjából 5 másodpercen belül már a desktopon vagyunk, meglepően gyors tápcsatlakozás nélkül is. Említést érdemel, hogy a rettentő vékony kávába ezúttal beépítették a webkamerát, amit a MateBook X-nél elrejtettek egy billentyű alá. A MateBook 13 feltűnően halk, szinte hangtalan. Ha a hátára tapasztjuk a fülünket, akkor lehet hallani valami minimális alapzajt, de PC-s léptékkel ez konkrétan ki sem mutatható. És ha már szóba került a hang, filmek, YouTube videók és kedvenc számaink megfelelő megszólalásáért a Dolby Atmos rendszer felel, szóval erre biztosan nem lesz panasz. Nyilván nem érdemes elhallgatni azt sem, hogyha egy hosszabb út során játszani támadnak kedvünk, akkor mire számítsunk a MateBook 13-tól. Nos, nagyjából ugyanarra, mint az ultrabookok zömétől. A véletlenszerűen kiválasztott Colina Legacy című tavalyi horrorjáték például 25-30 FPS-sel megy eléggé szerényre csapott látvány mellett, szóval gondos körültekintéssel és sok-sok kompromisszummal erre is alkalmas lehet a MateBook 13, de ha egy mód van rá, ne emiatt döntsünk mellette. Viszont munkaeszköznek több mint ígéretes darab lehet a maga 320.000 körüli árával, ráadásul ebben az ársávban ezzel a képességgel eleve nem túl bő a választék. Jól néz ki, megakad rajta a szem, könnyen hordozható, rendkívül jó az akkuideje, a Huawei Share és vele együtt az ökoszisztéma építés pedig határozottan jó irány, izgatottan várom, mit fog nyújtani idén az új MateBook X. Sziasztok!